A helyiek csak hegynek nevezik azt a dombvonulatot, melynek egy részén takaros présházakba és szőlősökbe botolhat az erre tévedő. Már az egykori gazdák is ügyeltek arra, hogy jó szőlőtermésük és ennek megfelelően jó boruk legyen. Erről így írt Bölcske egykori jegyzője, Őrsi Gergely. Meglehetős mennyiségben a helység felett valamennyire emeltebb helyen jó asztali bort terem. Már csak ezt a hatalmas prést megtekintve én azt mondom, hogy érdemes volt ide Bölcskére ellátogatni a Pincefaluba. Páratlan az atmoszférája a vidéknek, a domb tetőn vagyunk, a Pincefalu szívében. A Tolnai Borút Egyesület tagja a Bölcskei Pincefalu, számos rendezvényt bonyolítanak itt le. Körülbelül 350 autentikus pincével rendelkezik a település. És most látogassunk el Hanák Leóhoz. A Hanák pincék nagyon-nagyon híresek, már csak azért is, mert hogy a Nyitott Pincék Egyesület alapító tagja volt Hanák Leó édesapja, aki egyébként a pincészetet is alapította. Na hát akkor látogassunk el most hozzájuk. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát nagyon örülök, hogy itt lehetünk. Hanák Leó vagyok. Gyönyörű itt önöknél Balogh Éva. Bejebb megyünk? Tessék, parancsoljon. Köszönöm. A hűs helységben a borász elsőként igazi különlegességgel kínál bennünket. Első kísérlete ez a szalmaágyon aszalt szőlőből készített nedűre. Nem is jöhettünk volna jobbkor. Nálunk az idei év abszolút nyertese a desszertborok között. A bor egymásra hangolja az embereket, így könnyű oldottan beszélgetnünk. Itt Bölcskén már a rómaiak kezdtek szőlőt művelni, telepíteni. Középkorban, amikor mezőváros voltunk, akkor az adónkat borban fizettük. Tehát nagyon régi hagyománya, múltja van. Pincefalu az 1700-as évekre datálható. A 400 pince 350 résháza van itt Bölcskén. A szőlőfajtáinkat, a sajátunkat mondom először, kékfrankos, cabernet franc, cabernet sauvignon, olasz Riesling, tehát klasszikus, ismert hazai és világfajták. Kisebb mennyiségben vannak illatosok, mint írsai, oliver, cselszegi, fűszeres, tramini. Bölcskének vannak még felelhető hagyományos fajtájai, amik még a filoxéra vész előtti időkből maradtak. Ilyen például a Rácz fekete, az egy kékfajta, vagy például a Bálint fehérfajta, amiket most próbálunk visszahozni, egy páran újra művelésbe mondjuk. A klímánk az érdekes, nagyon meleg, nagyon száraz, napos, kifejezetten jó szőlő- és bortermőhely Bölcske. A talajaink lösz, alapkőzete homok, humuszosabb homok, a Dunaparton vannak agyag kötött talajaink is. És itt a legnagyobb problémánk vagy kihívásunk a sav megtartása, tehát jellemzően lágyak a boraink. Ezt fajtákkal tudjuk ellensúlyozni, például a régi fajták, ugye a Rácz fekete Bálint is jó savtermelő fajta volt, ezeknek tartósabb, markánsabb boraik vannak, de az elmúlt évtizedekben a Riesling Szilváni, Zalagyöngye, Lakhegyi Mézes, ezek terjedtek el. Aztán hát úgy 20 évvel ezelőtt kezdték a hagyományos vegyes ültetvényeket felváltani a korszerűbb fajborokat adó cabernet, kékfrankos és egyéb ültetvények. A Bölcskei Pincefalu nem csak elnevezésében hordozza a falu jelleget. Kanyargós utakon, dombon, völgyön át húzódnak a jellegzetes építészettel rendelkező présházak. Most épp a dombnak, vagy mondjuk stílusosan szőlőhegynek a másik oldalára érkeztünk. Itt található az a központi tér is, ahová a rendezvények idején a programok nagy részét koncentrálják, magyarán a Bölcskei Pincehegy központja. Az utóbbi néhány évben azt tűztük ki magunk elé az önkormányzattal, a képviselőtestülettel, hogy a rendezvényeknek egy jelentős részét ide csoportosítjuk a Pincefaluba, ugyanis az egész országból, hogyha van összesen 10 néhány pincefalu, akkor ez egy olyan érték, egy olyan turisztikai érték, amit nekünk ki kell használni. Másik ilyen értékünk a Dunapart, de itt most, hogyha a Pincefalut tekintjük, akkor ahol most vagyunk a béketéren, itt ki tudtunk alakítani, már korábban az elődeim ki tudtak alakítani egy olyan rendezvényteret, ahol akár 2-3 ezer ember is jól tudja magát érezni egy koncerten, egy falunap keretében, vagy valamilyen fesztiválon, amit
most már néhány éve igyekszünk bővíteni a palettát, és igyekszünk minél több programot ide szervezni. A falunapok az már ugye régóta ugyanabban az időpontban lévő rendezvény, ez mindig októbernek az első hétvégéje, és akkor ezt mindenki tudja. Tehát, hogyha valamilyen vidéki rokont szeretne meghívni, vagy valamilyen módon ő már elszármazott Bölcskéről, akkor erre a napra azért visszajönnek, hívnak egy 20-30-40 embert, és akkor leülnek a pince előtt egy kis sátorba, vagy benne a pincébe, főznek egyet, elbeszélgetnek, közben hallgatják a fellépőket, a helyieket. Úgyhogy az mindenféleképpen egy jó rendezvény, és meg kell tartani. És erősíti azt, hogy a pincefalu az ne néptelenedjen el. 100 évvel ezelőtthöz képest, 50 évvel ezelőtthöz képest azért az embereknek kevesebb ideje van már, mint akkor volt följönni a pincébe és eltölteni itt néhány órát, de ezek a rendezvények ezek mindig jó alkalmat teremtenek erre, és akkor mindig megtelik itt a béketér, a többi pincesor is, kinyitják a pincéket, és akkor jó végig menni itt ezen a soron. A bölcskei borok messzeföldön híresek, rég túllépték a megye határt már. A munka, aminek gyümölcse maga a kiváló bor, pedig nem a pincében, hanem természetesen a szőlőültetvényeken kezdődik. Idén is telepítettek több hektárt, tehát van egy-két nagyobb borászat, Tombolik pincészet például, ők szintén csak tippelek 5 és 10 hektár között művelnek szőlőterületeket. Ezen kívül az itteni boregyesületnek az elnöke Keresztes Pál, idén nagyon jó rozékat készített, és Schiller versenyt is megnyerte Pakson. Őnek is azért hektár fölött van területe. Hanák Leó, jó magam olyan fél hektár körül gazdálkodom, és van még néhány ember, akik ilyen 1-2-3 hektárral gazdálkodnak, és nagyon sokan, több százan akár vannak, akiknek meg ilyen kis néhány négyszögöles, néhány száz négyszögöles területe van, vagy néhány ezer négyszögöles, de hát a sok kis is sokra megy alapon, ebből azért kijöhet egy nagyobb terület. Mi megyeinél magasabb szinten még nem neveztünk borokat, bár nevezhettünk volna, mert megállták volna a helyüket. Jellemzően borvidéki megyei aranyérmeinket már édesapám 97-ben meg azelőtt is szerzett. Hát én majd szeretnék följebb is lépni, de Bölcskéről már világversenyekre is küldtek borokat, és szépen szerepeltek. Nehéz a búcsú a bölcskei pincehegytől, a Hanák pincészetnél még eljátszunk a gondolattal, hogy milyen szép is volna belevágni a szőlőtermesztésbe és borkészítésbe, de a valóság elhessegeti a romantikus ábrándozásokat. Így búcsúzunk. Köszönjük szépen a vendéglátást, polgármester úr, alpolgármester úr, egészségünkre!